Azok, akik természetben kapták vissza az őseiktől elvett vagyontárgyakat, tehát akik termőföldeket, lakóépületeket és lakásokat tudtak visszakapni úgy, ahogy elvették őket, azok elégedettek lehetnek, hiszen jelentős vagyoni értékhez jutottak hozzá. Viszont azokban az esetekben, ahol a természetbeni visszaszármaztatásra nincs lehetőség, csak államkötvények formájában történik meg egy részleges kárpótlás, itt a reálérték 15%-ához juthatnak hozzá államkötvényben az érintettek. Mondta Józsa László. A termőföld vonatkozásában korábban minden állami tulajdonú parcella számításba jöhetett és visszaadható volt, akkor is, hogyha időközben eszközölt helyi tagosítások következtében ugyanaz a parcella nem volt visszaadható, hát akkor át visszaadható volt csereingatlan. Ma ezek a lehetőségek lassan kimerülőben vannak. A kormány elfogadott egy szűkített listát azokról a parcellákról, amelyek természetben termőföldek közül visszaszármaztathatóak, ez az egyik fejezet. A másik pedig, amikor kárpótlásra van csak lehetőség államkötvények formájában, folytatta az ügyvéd. Itt az adóhivatali értékbecslések, amelyek nélkülözhetetlen fázisai az eljárásnak, nagyon lassan haladnak. Az államkötvények kibocsátása, megfizethetősége és beválthatósága is nagyon lassan történik, tette hozzá. Amennyiben felgyorsítanák az eljárásokat a termőföldek természetben történő visszaszármaztatása vonatkozásában, nem lennének akadályok, egy év alatt mind Letisztázhatóvá válna, szögezte le Józsa.